Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Irodónk vendége Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózónk. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek én is! Karácsony van, 24-e. Ilyenkor egy sportembernél, aki tulajdonképpen nem is tudom, hogy sportoló-e vagy színésze, hogy néz ki egy szenteste? Szente, hát az mindenféleképpen a családdal együtt. Tehát ez egyértelmű. Ilyenkor van egy kis izgalom előtte, hogy a gyerekek előtt tudjuk el az ajándékot. Nem szeret, egy kicsit álságos lett egyébként az elmúlt években, de a karácsony túl az ajándékozás szintére ment, és egy kicsit, amit igazából jelképez a szeretet ünnepét, egy kicsit félretolta ez a dolog. Ebben az is közrejátszott, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok volt az elválás, és akkor az apuka, anyuka próbál harcolni, hogy ő nyerjen jobban a gyerek. És minél drágább ajándékkal. Annál igen, hát régen még emlékszem, hogy kézzel készített dolgokat kaptunk, megcsináltunk. És az bőven jó volt, elég hát, volt. Mert a szeretetből jön, mert azt, és olyat csinált, vagy kapott az ember, amire vágyott, tehát ami jót. Ez azt jelenti, hogy a másik törődött veled, érdekelt, hogy mi van veled, mert tudta, hogy te neked mire van szükséged. Most meg aztán, ami kell orvaszálni, megy a legdrágább dolog, mint a gyerek játszik vele két napot, és utána félre dobja. Tehát semmi értelme egyébként. De az viszont nagyon fontos, hogy ilyenkor a család együtt legyen, próbáljon valamilyen mondon legalább példázni azt, hogy egy család együtt van is. És, mert az évközben ugye ma már egy kicsit olyan a helyzet, hogy nagyon sokat kell menni, jönni, és kevesebbet tud az ember a gyerekeivel foglalkozni. És ilyenkor három nap, akkor együtt? Ilyenkor igen, a két-három nap, és akkor van, amikor ez változó. Tehát ugye ez nehéz, mert nálam azért három alomból vannak a dolgok, ilyenkor vagy a gyerekek jönnek szenteste, vagy a másik szülőnél vannak, tehát ilyenkor előre meg van határozva beszélve, hogy ki, mikor, hol van. De ebben nincs vita, így van, és akkor együtt. Vagy amikor még elmegyünk másnap még a testvérekhez, rokonokhoz, hát hál' Istenem van, mert nekem is van még két testvérem, és a páromnak meg 14-en van a testvérek, tehát van, hol mászkáljuk. Akkor úgy, az a három nap, akkor ez jól el fog menni. Igen. De hát a szenteste az mindenféleképpen csak a szűk családi körben. Most az gyerekek. Mit jelent most éppen a szűk családi körben? A szűk családi körben, hát hogy ugye most akikvel együtt vagyok, a kicsi, akkor a nevet lány, még úgy néz ki, hogy a fiam is itt lesz nálam, és hogyha a lányom is úgy gondolja, akkor ő is ott. Tehát ez a közvetlen szűk család, és akkor másnap még már testvérek. Igen, akkor már jön a kicsit. Hát az már másik. Igen. Ilyenkor mindig ugye az ünnepi kaja, vagy ilyenkor mindig változtatok? Tehát nincs egy ilyen tradicionális ünnepi vacsora? Hát általában azért van, tehát amikor szokott az ember töltött káposzta, ugye, mit tudom én, sütinek beigliket, meg hasonló a halakat ugye általában, mint ahogy szilveszterkor meg a lencsét, hogy jövő év az gazdag legyen. Tehát megvannak ezek a dolgok, azért ez természetes. Tehát bizonyos szinten azért kicsit hagyományőrzők vagyunk ebben a dologban, de gondolom ez a normális. Ugye még fiatal ember vagy, mindig sportolsz. Hát szinte karmoló csecsebő. Ugye hát augusztusban még világbajnok lettél, majd elmondod, hogy hol és miben. Éppen ezért mennyire figyelsz oda az étkezésre? Te mennyire számolod ilyenkor a kalóriákat? A kalóriát nem számolom, hanem nagyon fontos, hogy olyan táplálékot vegyek magamhoz, amely a szervezetemnek a működését biztosítja. Igazából a legfontosabb, a táplálkozásnak egy feladata van, hogy a benne levő energiaforgalmat egyensúlyba tartsa. Na most ehhez megfelelő mennyiségben és minőségben kell a táplálékot magadhoz venned. És ezért igazán többször étkezem, vegyesen étkezem, használok táplálékkiegészítőket is, mert sajnos a mostani táplálkozásunkban nagyon-nagyon hiányoznak azok a fontos dolgok, amik a optimálisan működnek. Hát a vitaminok, ásványanyagok. Ilyen 89-ben csinált egy felmérést a Szent István Egyetem, és megnézte, hogy a hazai zöldség, gyümölcsökben mennyire változtak a benne levő tartalmak, igen. És a legjobb esetben is 40-50%-a, sőt a káposztába, amire annak idején azt mondták, hogy több C-vitamin van benne, mint a citromok, 96%-a kevesebb. Tehát nehéz, nagyon nehéz. Ja, tehát vegyszerre kezelik, génkezeltek, tehát nincsenek megvan, és ezért van az, hogy a fiataloknak is nagyon oda kell figyelni és vegyesen, mert nem kapja meg a szervezet azok a dolgokat, és a külső hatásokra fordítja azt az energiát, amit egyébként a szervezet az építésére kellene.
Mi a titka annak, hogy mi mindig ilyen fiatalos vagy, és még mindig legyőzhetetlen vagy? Hát, hogy majd, ha fölteszünk mindig ezeket a kérdéseket, akkor tudjak válaszolni. Hát figyelj, egy biztos, a sport, a mozgás az nagyon fontos. Hiszen az ember életében három nagyon fontos dolog van, a táplálkozás, a mozgás, a higiénikus magatartás. Erre odafigyel az ember, akkor megvan az egészséges életmód. Kicsit én egy extrémebb vagyok, ebben, mert én még versenyek ezek, de a mozgásnál, a mozgás maga azért, aki nem mozog, az nem él. De miért versenyzel még? Mert élvezem, mert szeretem, mert jól érzem magam ebben a dologban. A természet megáldott valami olyan adottsággal, vagy lehetőséggel, hogy nincsenek olyan komoly sérüléseim. Persze ez a tudatos bemelegítés, ugye mindig mondom a srácoknak edzésen is, hogy a levezetésünk meg mennyire fontos, mint a nyelvtanban van a bevezetés, a tárgyalás, a befejezés. Igen. Tehát a sportnál is ez van. Föl kell készíteni a szervezetet, be kell melegíteni ahhoz, hogy a sérüléseket, a nagyobb terhelésekkel járó különböző traumákat ki tudja védeni. Ugye megvan a nagy terhelésről, meg le kell vezetni. Levezetés nagyon fontos, mert edzések után nem nyújtunk le, ilyenkor a vérbe, a szívekbe rengeteg vér lappang, és ez pont problémát okozhat, tehát vissza kell állítani a normális keringés. Ezek szerint te mindenre odafigyelsz professzionálisan? Hát nem tudok mindenre, de én azt gondolom, hogy ma már, tehát haladni kell a tudománnyal, tehát itt nincs mese. Egy edzőnek mindennek kell lennie, tehát tudni kell azt, nem tehetem azt, hogy oda jönnek hozzám a srácok, akik főleg versenyezni akarnak, mert van, aki nem akar, aki csak egészséges van, ez is nagyszerű dolog. És akkor eltenek évek, és nem lesz semmi belőle, vagy az ő adottságai, képességei, az lehető sem érten semmit, mert én nem figyeltem oda, és nem. Tehát ezt nem engedhetem meg, ezt a luxust az emberekkel szemben, nekem felelősséget tartozom. Na pontosan augusztusban akkor hol is lettél világbajnok? Augusztusban egy nagyon sikeres világbajnokság lettünk túl. A Női Sportakadémia Sportegyesület kint volt a Filának, a Nemzeti Vízilabdaszövetségnek egy harcművészeti világbajnokságán, Splitbe, Horvátországba, és ott nagyon komoly eredményeket értünk el. A fiatal korosztályokban többek között az a szerencsésért, hogy a fiammal is együtt versenyeztetem, a Norbi már 14 éves, és hát ott lettem világbajnok a fiatalok között, és még az én korosztályban is nyertem 4 világbajnokságot. Német Nyibasanyi barátom is szintén ott volt kint velünk az egyesülettel. Ő harmadik lett akkor a fiatalok között, és még 4-et nyert a korosztályába. A fiam az lett, egy aranyérmet nyert pankrációba és a grapplingbe, ezüstérmes lett. Hát a neveket hagyd mondjam már, Nánási Fatime grapplingbe lett, Gíbe és Novibe, Gíbe világbajnok, és Nogibe meg ezüstérmes, és a Diósi Csami meg világbajnoki bronzérmes pankrációba. Tehát nagyon komoly jó eredményt értünk el, végig is hoztunk 11 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 2 bronzérmet. Te pontosan miben is lettél világbajnok? Én grapplingbe lettem világbajnok. A grappling az igazából az ókori olimpiákon az igazi szabadfolyású vilkozás volt, ahol levitelek voltak, kéz-lábfeszítések, folytásokat lehetett. Ma inkább a judo, a jiu-jitsu és a vilkozásnak a keveréke. Mi megy neked jobban, folytás, feszítés? Miben vagy otthon? Vagy neked mindegy? Hát én otthon ruhában vagyok otthon, de nem tudom. Hát most nem tudom. Igyekszem mindent megtanulni, mit lehet. Ebben az a csodálatos, hogy... Mi tanulsz mindig még? Állandóan, folyamatosan. Hát ez kimeríthetetlen, olyan repertoárja van. Ugye bejött ez a híres, a Gracie Barrett, ez a brazil jiu-jitsu, akkor a szabadfogású birkózásnak is kimeríthetetlen repertoár. Judóban szintén számtalan technika van, amit mások nem lesz, és pontosan ezért ez a szép ebben a dologban, hogy soha nem lehet a csúcson lenni, mindig közelíteni lehet csak a csúcsot. Akkor tulajdonképpen most akkor a te életed csak a sportról szól? Hát nem, azért én a szoktam részt venni filmszerepekben, most van 2 felkérésem, egy színházi felkérésem, családneveléssel, tanulással, most egy verses kötetet írok, írtam a sportról egy könyvet, most elkezdem majd az életedet könyvet, tehát van feladatom bőven. Megírod a életedet? Igen, hát ez egy brutális, nagyon nehezen tudok hozzá kezdeni, egy elég hosszú történet lesz, mert elég hát hogy mondjam, szélsőséges volt az életem gyerekkortól. Ebbe bele kell vonnom sajnos, nem sajnos, hanem örömmel. A sajnos azt arra mondtam, hogy már nincsenek közöttünk édesapám és az édesanyám. És az ő életüket is, mert brutális volt apám is. Hiszen véletlenül végigcsináltam azt, amit az ő életében. Ő boxolt, ifi válogatott volt, aztán örökös magyar, majd birkóz volt, profi bankrátor, és 47-ben egy évet járt a színészeti főiskolára, és csak a sport miatt abba hagyta. Hát én végeztem a Gornagy-Mennyi színsulit. Én nem boxoltam, én kickboxoltam, ugye ő pankrátor volt, én MMA-ban nyertem VB-t, és hát birkoztam én is. Úgyhogy nagyjából végigcsináltam az ő életét, de
Én mindig azt mondtam, hogy ha csak a fel olyan ember tudok lenni, mint az én apám, akkor egy jó ember vagyok. Ő a példakép akkor. Hát a barátom is volt, nem csak az apám, a legjobb barátom volt, meg a példaképem is mindenben. Fiad is így tekint rád? Nem tudom. Nem szeretnéd? Hát én azt szeretném, hogy boldog ember, egészséges, kegyes, hogy boldog ember legyen. Az összes gyerekem, nem akarok én senki példaként, tettem a dolgomat eddig egész életemben, aztán, hogy ez jól vagy rosszul, azt majd ők eldöntik maguknak, igen. Akkor végül is természetes volt, hogy a színészi pályafutásra is rákanyarodsz anno? Bizony szinten igen, bár ez egy véletlen ez dolog volt. Én nem tudtam, hogy az apám, azt tudtam, hogy egy csomó, annak idején a Sparit 62-ben megalakította, a Spartak Birkószakosztályát, rengeteg színe vettek részt, mint kaszkadó, hát akkor nem volt ilyen divati kaszkadó, hanem mi vittek sportlókat, ökölyókat, judósokat, birkózókat, mert akkor igazából csak azok voltak, és rengeteget jártak statiszta szerepre. Tehát én ezt tudtam, de azt nem tudtam, hogy az apám is, mert erről nem beszéltünk, hogy ő volt színész is, és szerepekbe játszott. És a 90-es évek elején a Robert Lyons, aki a Shaolin Kung Fu dolgozta Magyarországra, Amerikában megcsinált az ő életéről, meg az én életéről egy forgatókönyvet, Vértestvérek címen, és ezt szerettük volna ezt mi ketten eljátszani. Ugye életből kivett meg egy kis fantáziával, és hát jártunk rengeteg rendező, de akkor még ez egy olyan 300-400 millió lett volna, és akkor azt mondták, hogy ez nagyon drága, meg hogy nem értenek az akciósokhoz, meg mit tudom én, és így ez elmaradt. De közben, mivel én szerettem volna magamat eljátszani, azért megkértem annak idején a Górnagy Marit, hogy hát hagyd menjek be hozzá egy vendégtanuló, és azt mondta, hogy rendben, semmi akadály, de nem mint vendégtanuló, hogy kicsit a színész mesterségre tudjak, egy kicsit a beszédtechnikám javuljon, és akkor azt mondta, hogy akkor be kell iratkoznod, készülj darabokkal, monológ, stb. És akkor ott, és ennek most már azt hiszem 16 éve, amire egyébként nagyon büszke vagyok, mert osztályosként végeztem, entráspakettel, és úgy színészet kaptam, hogy a legmagasabb fogadat volt, és én azóta is az ottani levő tanároknak, meg is a Marinak is nagyon-nagyon hálás vagyok, mert nagyon-nagyon sok tartalommal föltöltötték az életemet. Az a három év, amíg ott voltam, és hát azóta az is. Ha jól lettem ki a szavaidból, akkor színészként is van munkád. Igen, van, amikor, hát most pont mirában nincs, de felkéréseim vannak, még el kell döntenem, hogy mit akarok. Mit kell érteni? Azt, hogy tulajdonképpen már színházi. Kellene, már te kellenél, csak még te... Még én nem döntöm, igen, az következő. De most már csak rajtad múlik. Rajtam, igen. Tehát nagyon nehéz a dolog, mert nekem van egy sportakadémiám, sportegyesület, ahol birkozókat és másokat is oktatok, és a jelen pillanatban edzek velük persze, és a jelen pillanatban és nagyon tehetséges és egy nagyon komoly fiatal csapatom van mind a kettőn, a birkózásból is jönnek föl, bár nálam még a birkózók nem versenyeznek, mert én 12 éves korig nem engedek versenyezni, 12 évesen aki jön, vagy annál később van, és másik két évet kell legalább járni hozzám, és most már tavasztól már jönnek, versenyeznek is. Más sportágban lehet, de birkózósport nem, mert még a fejlődés révén alkalmatlanok arra, hogy taktikázzanak, fölismerik az ellenfél támadási szándékát, közben ezt lereagálják, nehezen visik el 8 éves gyerekek között, akkor az életkori sajátossági különbségek, hogy aki 2 éve jár le, mondjuk egy 8 éves gyerek 6 éves korra jár, és aki lejön és soha nem csinálta, az is megveri, mert fizikailag erősebb. És akkor ha 2 támszor megcsinálja, akkor oda lejár hozzám, akkor azt fogja mondani, hogy minek csináljam, hogyha úgyis be is megveri. A másik meg minek edzek, hogyha úgyis megverem, aki ide elé, és mind a kettő el fog kalódni. És a birkózó sportban nagyon nagy szerepe van ennek a hatalmas fluktuációban, ami van. Minden más is egyébként, de ez is, mert 2-3 hónapra lejár a gyerek, már viszik, versenyezteti őket, 3-4 ilyen veresség lelkileg tönkreteszi a gyerekeket, akkor a szülők meg vannak vadulva. Igen, csak ugye azt mondják, hogy ez egy jó ösztönző gyereknek, nem, a versenyeket elindulnak. Hát egy-egy verseny, igen, de az, hogy rendszeresen azért az nem olyan ösztönző. El kell érni arra szintre, hogy minimum gyakorlás szintén meg tudjon tanulni egy pár olyan technikát, amit küzdelemben, tehát nem megalázó vereséget kapjon. Ez az egyik. A másik nem tudja elviselni lelkileg. Tehát az ember a fejlődése folyamán olyan az evolúció folyamán, ami nehezen viseli el a vereséget. Te nehezen viselted? Hát hogyne. Főleg aki dolgozik és eredményt akar elérni, te valami ambíciót, nagyon nehezen. Tehát azért mondom, hogy egy küzdősporthoz 6-12 év kell, amikor azt mondja az ember, és azt mondják, hogy 6 éves koromban el kell kezdeni, és majd 12 éves kortól már versenyezhet. Elsősorban, ugye most, ha még elmész, azért a fiúk meg a lányok közt, a lányok a jobbak 12 éves, 13 éves korig. Hamarabb tanulnak, gyorsan, ugyan a fizika, amikor a nem irények elindulnak, akkor mennek különben a fiúk meg a lányok. Egyébként addig még a lányok ügyesebbek, komolyan, sokkal hamarabb. Ha elmész egy verseny, apámnak van egy emlékversenye,
és ott indul 100-120 kisnál, és olyan csodásan birkóznak, de hát nézem, most már világbajnokon van a Sastin Marianban. Tehát csodálatosak, egy kicsit jobban kéne még rájuk feküdni, már olyan tekintetben, hogy a technikán megküzdem, és a lányok ebben a sportágban hihetetlen reményeket tudnának hozni. Én azt gondolom. Tehát amit akartam mondani, hogy sajnos még a szülők is összevesnek edzésen is, amikor gyerekek vannak. Az ő frusztrált, vagy el nem ért eredményét próbálja a gyerekbe, és egy gyerek egy ideig próbálja ezt a dolgot erőltetni, és utána puff, kifullad, és a tragédiában tolni. Miért az, hogy ez minden sport? Sokáig azt hitték a labdarúgó edzők, hogy csak az ő sportágúban van az, hogy a szülők megpróbálnak beleszólni, és tanácsokat adni, mert stb. Ezek szerint akkor minden más sportágban megtalálható. Mindenhol, az, hogy persze. Ezért nem is szava, én például nem is engedem be a szülőket, tehát nézhet ide, valaki megszokom, meg kövekem, hogy fáradjon ki. Ráadásul nem jön majd a gyerek a szülőre figyel, hogy megfeleljen, most jót csináltam, nem csináltam, főleg az apuka be is szól, vagy az anyuka, ez nem jó. Tehát a gyerek fejlődése szempontjából semmi. Megértik a szülők, hogy nem mehetnek be? Hát én az elején el is mondtam azt is, 12 éves korig nem engedek versenyezni senki. Ha olyan állapotban, meg olyan érett, akkor egy-egy versenyre azért el fogom indítani, de egyébként nem. Ha nem, akkor vigyék máshol a gyereket. Nekem az a fontos, az a célom, hogy egy egészséges, egy pozitív, jó gondolkodású generáció jön ki, aki majd a fiát is szeretette, vagy a gyerekét, a lányt is szeretette fogja hozni, hogy itt jó volt, gyere ide, sportolj te is. És nem az, hogy elkelódjon a élete végig a magyar és meg az egyetemes sport területre is. Sőt, hát ha olyan a helyzet, azért fontos ez, mert akkor el tud menni más sportágra is választani. Kap egy jó alapot, benne van az, hogy most már jó lenne egy kicsit produkálnom magam, ugye megmutatni, hogy milyen jó vagyok, mert egyébként csak a fiúkban ez a virtus nem benne van. Az, hogy most ki a jobb, mert edzéseken ezt lehet látni. Hát most gondolj bele ilyen helyzetbe, amikor ott van a szülő, meg ott van még nem tudom hány néző, meg idegen kikap, tehát nagyon nehéz dolog ez. Így tudom a magam részéről, én magam indulok ki, és ezért próbálom, amennyire tudom védeni, óvni ezeket a fiatalokat. Élvezzék, legyenek boldogok ott az edzésen, annak az örömét, hogy érzi, hogy van izomzata, ahogy egy technikát meg tud csinálni. Ez egy jó dolog, és nem kell félni attól, hogy megalázva, hogy kigunyolj máskor, hogy most majd megvertelek, összevertelek. Igen. Tehát ez nem jó. Norbi, most nekem olybá tűnik, hogy most körülötted minden rendben van. Ez alatt érts mindent. Valóban... Azért látom a szemem így jár, mert annyira rendben van, hogy neked akarom kedveskedni, mert tikkelek. Valóban így van? Nem, van egy csomó gond, de nem érdekes. Én nem is a gondokra nem akarok beszélni, mert abban viszont hiszek, hogy az ember a negatív gondolkodik, a negatív dolgokat magára húzza. Uh-huh. Volt sok csodásom, sok olyan barát, aki tényleg több évtized barát, azt hittem, hogy barát, és közben aljas dolgok kerültek ki, követtem, és most aznak iszom a levét, nem csinálom a családom is, de ennek vége lesz előbb vagy utóbb. Meg fogom mondani, de én is megoldottam az életemet. Nem egy egyszerű dolog ez. Kicsit sok mindenbe méltánynak tartom. Én azt gondolom, hogy máshol azért másképp lenne az én életem. De én itt vagyok, magyar vagyok, itt tanultam meg nevetni, sírni, itt volt örömem, itt volt minden emlékem, tehát én azért nem mentem még el ebben. Elégedett vagy azért az életeddel? Hát az előbb mondtam, hogy igazából nem. Nem, hát sok mindenben, mert sok szeretet kapok. Én is, azért nem, magamban nem vagyok elégedett. Tehát az életemben sok mindent másképp kellett volna csinálnom. Már látom, önzőbbnek kellett volna egy kicsit lennem magam felé. Túl nagy volt a szíved? Hát mi volt, nem szerintem egy kicsit bárgyúlok, meg naív, meg mit tudom. Magamban, tehát én azt gondolom, hogy amit én érzem, meg gondolok, ha valaki vagyok, akkor ugyanazt az érzések, meg ugyanazok a mentalitások, ugyanazok a viselkedésformák jönnek vissza. Hát az élet egy kicsit más. A sport egyébként pontosan ezért szép mondta, azért szabályok vannak, ugye megvan egy bizonyos határ, hát az életben nincs ilyen. Ezért egy kicsit sérülik egyébként a sportolók egyébként, főleg az élsportolók, akik napnak megmondják, mit csinál, mit tegyel, hogy tegyel, szabály között győzd a másikat. Ezért hátrányban is vannak, mert aki komolyan veszi, az az életben sérülékenyebb egyébként. Le is van maradva egy kicsit, de tanulni kell, menni előre, és amit én áttek tapasztaltam, a fiaimnak, vagy gyerekeknek, vagy akik hozzám járnak, azokat elmondani, hogy erre figyeljetek gyerekek, mert ebből probléma is baj lehet. Van barátod? Igazi barátod? Igazi barátom? Hát megfogalmazni, már nincs. Én azt hittem, hogy van, de nincs igazából. Vannak olyan emberek, akiket nagyon szeretek, és akik nagyon szeretnek, és nagyon jó vagyok, de a színszemben most már a barátság egy kicsit már, ez a szó egy kicsit más jelent. Én inkább a családom a barátom, tehát otthon ülő lettem igazából,
És vannak emberek, akiket nagyon szeretek, de vannak, akikben sokat is csalódtam, főleg azok, akikkel hosszú-hosszú évek óta, vagy évtizedek óta ismerik egymást, pontosan azokba csalódtam a leginkább, éppen idegenekbe kevésbé. Tehát ez, amikor minek nekem ellensége, a barátom is. Tehát ez a szólás nagyon jó. De van egy ember, aki nagyon sokat körülötted van, és a sportákból. A Sanyi? Igen. A Sanyira gondolni, mert persze, de nagyon jó vagyunk a Sanyival, hogy ne? És hát most a 40 éve ismerjük egymást. És ő birkózó volt, de hát ugye van, a közegedből való. Így van, én nem, a Sanyit nagyon szeretem, és nagyon jóban is vagyunk vele, meg sok minden van, de őnek is az élete más, nekem is más az életem. Unokázik, én nekem meg még ugyanabban a korban saját gyerekem van, tehát így egy csomó minden más felé vissza a dolog, de mondom, hogy az én elraktam mindenkit a maga helyére, és ehhez mértem vissza, és ehhez tartom magam. Igen. El kell jutnom ebbe a korba, hogy ez ilyen le. Na, megértél? 2014-ben mit szeretnél elérni? Vannak-e vágyaid, céljaid? Vagy nem tűzöl ki soha semmit? Csinálod, ahogy magadnak jól esik, és akkor lesz abban, ami van, lesz. Van, a célok nélkül nem lehet én, azt gondolom. Tehát bizonyos célokat kell az embernek, bármilyen legyen kis cél, de célnak kell, hogy legyen kitűzve. Mindig vannak célok, aztán az élet sok mindent vagy ad, vagy elvesz, hogy ezt meg tud-e valósítani. Én azt gondolom, hogy az ember kitűz valamit, azért tenni kell, rakni kell. Amit csinálsz, munkát, feladata, vagy kicsit alázattal kell lenni, és akkor jön magától minden. Meg kell egy jó háttér, egy család, aki elviseli. Na és mi a terv, mi a cél 2014-re? Hát sok minden. Én azt szeretném, hogy az akadémia fölfusson, azok az edzők, akik nálam dolgoznak, azoknak eredményekben és nekikből is megéri a napi munkájukat. A srácoknak, akik egyre jobbak, már fiatalok, egy jó csapat kiállítani. Most úgy néz ki, hogy meg fog alakulni a Kevert Szalszé Szövetség, vagy a Más Szövetség, annak egy jó versenyrendszerét, hogy az végre kézbe lesz fogva ez a dolog. Az én Sárközi Robi barátom, aki Magyarország első kettes harcosa volt, ennek most nagy élharcosa is, és megy előre, és csinálja, és most tényleg olyan emberek vannak, akik a sportágért küzdenek. Szeretném azt, hogy a birkózó sport még nagyobb lehetőség kapna, más sportágak ne nagyon szipkázzák el onnan a tehetségeket, kicsit ők is nyitottabbak legyenek más sportágok felé, de azt gondolom, hogy mostani világbajnokság ez azt jelzi, hogy bizonyos fokon már előre haladtak és haladnak a kóra, tehát föl tudják venni a modernizáció. A csapatbajnokság is már nagyon csodálatosan meg lett rendezve. Én azt gondolom, hogy a birkózó sport sokkal többet érdemel, és nagyon megbecsülés, mint mai napban van a Magyarországon. Álmodsz még zárásként filmszerepről? Nem, nekem soha nem voltak filmszerep álmaim, nem is lehetnek, tehát Magyarországon egy kicsit mások a filmszerep álmok, mintha Amerikában lennék, vagy Angliában, vagy Olaszország, Franciaországban. Bár Magyarország, ugye Amerikában a magyarok voltak, akik a film szakmát felhúzták igazából, hogy világhírűek legyen. Nem, a fontos az, hogy legyen az embernek munkája, érezze azt, hogy tartozik valahova, hogy fontos az, amit ő csinál, másoknak is fontos. Ennyi az egész, semmi különös dolog. Valamelyik színházzal kapcsolatban állsz, szerződés? Nem, szerződés nincsen, most mondtam, vannak ajánlatok, nem akarok róla beszélni, nem biztos, hogy lesz. Nagyon nagy szeretettel. De jó lenne, gondolom, hogyha 2010-en lenne egy színház, ahová szerződés kötne, nagy nem? Nagy valószínű szerint lesz, van ilyen, de edzőként is szeretnék, tehát nagyon nehéz megoldanom, mert azért egy fenékkel egy lovat lehet igazából csak jól megülni, kettőt nem, és én meg több tűzbe tartom a vasat. De remélem, hogy ezt tudok egyeztetni, és akkor nem fogja ütni a kettő akkor egymást, nem és külön... azt fogom tudni csinálni, hogy szeretek. Akkor nem lett külön válasz, hogy növényíró, sportoló vagy színész. Hát mind a kettő. Szerintem igen, mert mind a kettő az életem fontos része. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.